az izzótánc kísérletben a nitrátok erélyes oxidáló hatását szemléltetjük. Először nátrium-nitrát port kristályokat kezdek el melegíteni bunzenégő lángján. A nátrium-nitrát viszonylag könnyen megolvad. Bunzenégő lángja körülbelül 800-900 fokos. Miközben várunk az olvadásra, elmondom, hogy miután megolvadt a nátrium-nitrát, azután egy-két szem faszén darabot és néhány rög ként fogok beledobni a kémcsőbe. Ezeket már előkészítettem. Közelről már látszik, hogy a nitrát kezd megolvadni. Próbálom egyenletesen melegíteni. Az anyag széle már megolvadt, a közepe az még szilárd. Miután teljesen megolvadt, a bunzenégőt most már elzárhatom. És beleszórok két szem faszenet. És egy kevésként. Majd egy picit elkezdem rázogatni a kémcső tartalmát, hogy beinduljon a reakció. A magas hőmérséklet hatására a kén egy része azonnal gázhalmaz állapotúvá válik, szublimál, és a kémcső hidege felső részén pedig lerakódik. Kicsit melegítjük még a nitrátot, mert már megdermedt. Hogy újra folyékonyá váljon. És további kénrögöt adok a rendszerhez. És beindul a reakció igen hevesen. És látszik is, hogy a kísérlet miért kapja az izzótánc nevet. A faszén darabok heves izzásba kezdenek a nitrát oxidáló hatása miatt. A kén szintén reagál a nátrium nitráttal. A kísérlet során nagy mennyiségű füst távozik a rendszerből. A kémcső olyan magas hőmérsékletre hevül, hogy ilyenkor akár meg is olvadhat, leülés közben eltörhet, körülbelül 2000 fok volt az izzótánc során a kémcsőben.